139 évvel ezelőtt, 1878. október 21-én született Krúdy Gyula Nyíregyházán. Emlékét őrzi a város, születésének napján minden évben széles körű megemlékezést tartanak a megyeszékhelyen. Az író, bár fiatal korában máshol élt és alkotott, mindig is büszkén nyíregyházinak vallotta magát és szerette a várost. Ez sokszor megjelenik alkotásaiban is. Én történész vagyok, és van pár olyan kis esszéje, kis rövid leírása, amely Nyíregyházáról, Nyíregyháza azon korszakáról szólt, amikor még a tirpákok bejöttek ide mulatni a városba. Én azt gondolom, hogy sem előtte, sem pedig most nem fogja senki olyan nézeketesen leírni ezt a fajta érzést, ami akkor az embereket a hatalmába kejthette, mint ahogy ezt Krúdy Gyula tette. Szerelmes vagyok. Szerelmes vagyok. Elfoglalt fiatalember vagyok. Szerelmes versek megtalálásával foglalkozom. A Krúdy nap rendezvény sorozata számos programmal több helyszínen várta az érdeklődőket. Megemlékezést tartottak a szülőházánál, az evangélikus gimnáziumnál és a Krúdy szobornál is. A Krúdy Gyula gimnázium tanulói, ha a nő, nő, s ha a férfi Szindbád című műsorukat adták elő a megemlékezésen. A diákok büszkék arra, hogy ebbe az intézménybe járhatnak, és ha idejük van, szívesen olvassák iskolájuk névadójának írásait. Magát az iskolát mindenképpen a jó tanárok és a jó közösség miatt. Nagyon szeretek oda napról-napról bejárni. Magát Krúdyt pedig a fantáziája, az élet iránti szeretete miatt nagyon-nagyon szeretem. Tehát egy nagyon színes egyéniség is, ez nagyon tükröződik a műveiben is. A megemlékezés alkalmából programokat szerveztek a József András Múzeumban, a Könyvtárban és a Váci Mihály Művelődési Központban, de a Krúdy Art Mozi is különleges vetítéssel készült erre a napra.